A 29. forduló legnagyobb meglepetését okozva a lista vezető nagyecsed hazai pályán 3-1-es veresége szenvedett a kiesés előmenekülő csengertől. Az üldözők viszont nem botlottak, a nagyhalász 1-0-ra győzött a kisvárda 2 ellen, az Ibrány 3-2-re múlta felül a Máté szalkát, a nyírgyulaj pedig balkányból távozott 3-1-es sikerrel. A baktaló rendháza 8-2-re ütötte ki a Tisza Vasvárit, a Tiszakanyár 3-2-re nyert a tarp ellen, a Gyulaháza vásárosna mélymes 2-1-es vendéggyőzelemmel zárult, csak úgy, mint a fehérgyarnatmándok találkozó. A tabella élén az 57 pontos nagyhalász áll, megelőzve a szintén 57 pontos nagy ecsedet. A harmadik helyzet ibránynak és a negyedik Nyírjulajnak egyaránt 56 pontja van. A vezető négyest a Mándok követő 54 ponttal, majd a 46 pontos min következik a sorban. Az alsó régióban a 12. Máté Szalka és a 13. Fehérgyarmat is 30 pontot gyűjtött. A 28 pontos Csenger és a 25 pontos Gyulaháza mögött a 15 pontos Tiszavasvári zárja a sort. A záróforduló párosítás a következő: Máté Szalka Gyulaháza, Tarpa Kisvárda 2, Tiszavasvári Tiszakanyár, Baktalórántháza Mándok, Csenger Fehérgyarmat, Nyírgyulai Nagyecsed, Vásárosna Balkány és Nagyhalász Ibrány.